Gyors zárójel, a videó képanyag nélkül is nézhető, úgyhogy ha van bármilyen egyéb tevékenység, amit szívesen csináljátok közben, hogy nyugodtan hallgassátok, csak végig nem muszáj nézni, mivel kb. Csak dumálok és hadonászok. Én is ezt szoktam menni, ha megy a háttérben. Ez a videó arra tökéletes. Sziasztok! Nagyon nehéz belekezdenem ebbe a videóba, mivel akárhogy is nézem, igazán 2020 március eleje óta nem töltöttem fel olyan videót, ami tényleg így erre lett volna számva. Oké, feltöltöttem 6 videót, de igazából talán 2 volt abból, ami több energia befektetést igényelt, és tényleg ide szántam. Az egyik a gót találkozós ruhaszett, a másik meg a elbajtázott kalandozás az elátkozott házban. Azon kívül meg csak ilyen adhok dolgok voltak, amiket így szerettem volna megosztani, mert érdekesnek találtam őket, de hát nem olyanok, mint a csatornának a fő irányvonala. Szóval ez a helyzet, hogy szerettem volna egy kis életjelet adni magamról. A blogon is erősen ritkások a bejegyzések. Itt sem vittem túlzásba a videóknak a feltöltését. Instagramon sem vagyok igazán aktívan jelen. Egyedül a vegán blogom maradt meg, ahol tényleg szinte heti szinten többször is posztolok, illetve néhány havonta videót töltök fel, de ez meg egy teljesen más műfaj úgymond, mint ez meg a fő személyes kód per zenei blogom. Magyarázatként meg úgy egyáltalán gondoltam, hogy beszélek pár szót, hogy mégis mi a helyzet. Ez elsősorban olyanoknak szól, akik követtek vagy követtek valamelyik platformon, tehát nekik a magyarázat szerintem így idegeneket annyira nem hiszem, hogy érdekel. Ezt a videós formát tartom mégis a legkézenfekvőbbnek, mivel jobban eltűnnek a dolgok szerintem, és a másik az, hogy még Instagramon, Facebookon és a blogon könnyebben el tudom érni az embereket, itt YouTube-on, akik fel vannak iratkozva, nem biztos, hogy eljut hozzá, viszont egy YouTube videót meg esetleg videóval megosztani sokkal könnyebb, úgyhogy szóval hát ja, aki egészen régóta követ, az lehet, hogy összeraktam el, illetve az utóbbi életképek bejegyzésekben azért már így érintőlegesen említettem, mentális nehézségekkel küzdök nagyon régóta, tehát a kezdetek óta, amit részletesebben nem szeretnék kifejteni, mivel ez egy nagyon privát és érzékeny téma. Volt, amikor nyíltabban kezeltem, volt, amikor nagyon-nagyon rejtegettem ezt az egészet. Egyrészt nyilván fél az ember a megbélyegzéstől, hogy visszaérhetnek vele, hátrányba kerülünk miatta, például nem vesznek fel valóban munkahelyre, vagy nem hisznek az embernek, mert ilyen és olyan és amolyan problémája van, biztos csak az oka, másképp kezelnek, tehát szinte mint bármilyen előítélet tekintetében. A másik az, és ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy mivel én azért elég régóta tagja vagyok a gót szubkultúrának, azt gondolom, hogy számít a főleg netes munkásságom így magyarországi gót szubkultúrás viszonylatban. Nagyon szenvedélyesen szerettem foglalkozni ezzel a témával, szakdolgozatokat is ebből írtam, tehát tényleg nagyon sokat foglalkoztam vele. És emiatt is, hogy az én arcomat, nevemet kapcsolják esetleg ebből kifolyólag az emberek egy másik ember réteghez, ezért valamilyen mértékben úgy gondolom, hogy számít az, hogy én hogy reprezentálom ezt a szubkultúrát azok számára, akik úgymond kívül vannak, de igazából azok számára is, kik benne. És bevallom, féltem attól, hogyha én kimondom, hogy ilyen vagy olyan problémákkal küzdök, akkor ez a teljes szubkultúra megítéséért milyen irányba fogja megváltoztatni. Itt most nyilván az ilyen előítéletekre is gondolok, mint hogy minden gót depressziós, minden gót öngyilkos akar lenni, és a többi biztos ismeritek, nyilván hallottatok róla, mivel szerintem nagyon kevesen vannak, akik ezt megúszták, úgymond, és nem akartam az lenni, aki erősíti ezeket a sztereotípiákat, és egyfajta indoklást vagy alátámasztást nyújt az ilyen szóbeszédnek és előítéleteknek. Igazából erről egy teljes pro és kontra videót lehetne készíteni, ami már évekkel ezelőtt megfordult a fejemben, de az említett okokból kifolyólag nagyon vaciláltam rajta, hogy mit kezdjek ezzel a témával, mennyire menjek bele, mennyire legyek objektív, vagy mennyire mondjam el a saját véleményemet. Lehet, hogy a jövőben sor kerül majd erre, nem tudom, hogyha gondoljátok, akkor írjatok erről, ez most nem csak ilyen marketing szerint, minél több komment legyen, nem tényleg érdekel, majd még lesz egy-két kérdésem, ez is ezek rendesek komoly kérdések, mert ezek alapján döntöm el, hogy miket csináljak, mivel korlátozott kapacitásom van, és azt olyanra szeretném fordítani, ami titeket is érdekel, csak olyan dolgokat ajánlok föl, ami engem is érdekel, és akkor azon belül priorizálok, szóval értitek. Aztán ahogy így telnek az évek, és egyre több embert megismerek, egyre több sorsra rálátok, és én is nyilván egyre nyitottabb vagyok, és haladok a kis magam útján. Így értettem meg végül igazán, hogy igen, szubkulturális berkeken belül is nagyon sokkal küzdünk különféle ilyen jellegű problémákkal, illetve az úgymond átlagos hétköznapi emberek között, vagy az egyéb szubkultúrába tartozó emberek között is nagyon-nagyon magas azoknak az embereknek a száma, akik ilyen jellegű nehézségekkel küzdködnek, és csak azért nem beszélni róla, csak azért titkolózni, hogy jaj, mi lesz, ez csak plusz stresszt és problémát jelent.
Nyilván, amikor az ilyen jellegű őszinteségnek lehet valamilyen komolyabb következménye, vagy probléma adódhat bele, azt egyáltalán ne vegyétek itt el, tehát nem tartom egy teljes körű jó megoldásnak, amit most itt elmondtam nektek. Én most per pillanat az életem ezen pontján így tudok el szerencsére hozzáállni, úgyhogy részemről erről van szó. Ami nem azt illeti, hogy most orvaszájba ez fog folyni, vagy bárkit ezzel fogok zaklatni, csak mondom, hogy igen, ez van. De mondom, részleteibe menően nem szeretnék belemenni, mert abszolút privát téma. Ami miatt ezt említésre érdemesnek tartottam, és ami miatt egyáltalán beszéltem róla, vagy fogalmazhatnék úgy is, hogy amiért ezt titeket érintett, hát ez nyilván a videózás és a blogbejegyzések sűrűsége. Ugyanis ez a helyzet, hogy amikor éppen nem olyan jól mennek a dolgok, akkor az embernek nem igazán van elég kapacitása, talán ezt tudnám mondani, és olyankor nagyon-nagyon ki kell találni azt, hogy mennyi fér bele, és van, amikor csak nagyon-nagyon-nagyon kevés fér bele egy napba, és nagyon mínuszos marad az ember, és olyankor nem a hobbi lesz az első, amivel foglalkozni kell, hanem munka, hogy munkaképes maradjon az ember, nagyon szoros emberi kapcsolatok, esetleg az itthoni dolgok, és hát sajnos emiatt vagy nagyon hosszú idő keresztül nem fér bele, ami meg még egyfajta szórósággal tölt el, mert nem elég, hogy kilódás van, meg minden, még azt sem tudom csinálni, amit szeretek, akkor abból jön a még több szomorúság, bűntudat, hogy hát pedig milyen jó lenne, hasonlítatás, hogy mert kinek mekkora kapacitása van, és bezzeg neki milyen jó, és nekem is milyen jobb volt, amikor éppen jó volt, meg hasonlók, tehát ez egy szörnyű, borzasztó dolog az egész. Tehát amikor időre eltűntem, nagyrészt nem a lustaságom vagy az érdektelenségem volt az oka, hanem az, hogy egyszerűen nem ment, meg nem fér bele, és amúgy meg, hát ezt mindig sajnáltam akkor is, és most is, mert szeretem ezt csinálni, és tudom, hogy amúgy nem vagyok nagy, de egyrészt örömmel tölt el, amikor ezeket a dolgokat csinálom, hogyha írok valamiről, és utána kell járni, és tök érdekes, vagy hogyha készítek egy informatív videót, vagy egy kirándulós videót, fotózást csinálunk, de igazából bármit föl lehet sorolni, amit valaha készítettem, illetve készítettünk Gáborral, és azt látni, hogy másoknak is tetszik, az meg külön szuper, úgyhogy mikor ez a két dolog így összeér, az a legjobb igazából. És hát nyilván rossz ezeket az élményeket nélkülözni, de amikor nem megy, akkor nem megy, és nem tudok mit csinálni. Illetve, amit mondtam, minél több emberrel beszélgettem, és így felmerült bennem, hogy vajon szubkultúrás berkeken belül hány olyan érintett lehet, aki hallgat ezekről a dolgokról, ami teljesen rendben van, mert ezeket nem muszáj vállalni, ezeket nem muszáj kimondani, nem kötelező. Tehát szeretném, hogyha véletlenül se gondolnátok azt, hogy én most egyfajta nyomást próbálok gyakorolni, vagy erőlködni az, hogy már pedig a probléma van, akkor muszáj a homlokodra írni, mert nem, abszolút tiszteletben tartom, és abszolút meg is értem, hogy ha valaki nem akar erről beszélni, akkor miért nem akar. Inkább arra próbálok fókuszálni, hogyha külső vagy belső körülmények miatt nem tudna, amúgy meg lehet, hogy szeretne. Visszatérve, amire ki akartam nyugodni, hogy tudom, hogy milyen megnyugvást jelent az, hogyha az ember talál valakit, akivel valamilyen mértékben sors közösséget érez, amivel nem azt mondom, hogy jó dolog az, hogy látom, hogy mások is küzdenek problémákkal, mivel nem szeretném, hogy bárki is problémával küzdjön, de ha már így van, akkor ad egyfajta bátorítást, vagy megnyugvást, vagy egy ilyen feszültség és rettegés oldódást az, hogy tudom azt, hogy igen, mások is keresztül mennek rossz dolgokon, mások is tudják, vagy körülbelül tematikusan, nyilván nem pontosan, azt, hogy mit érzek, mert meg lehet érteni egy helyzetben levő ember, de igazából úgy átérezni még akkor sem lehet feltétlenül, hogyha két ember ugyanabban a helyzetben van, mivel amúgy különböző emberek vagyunk, tehát nem tudjuk 100%-osan ugyanúgy megélni. Későn az a tudat, hogy az ember nincsen egyedül azokkal a problémákkal, vagy azokkal a szituációkkal, mások is átmennek ilyen helyzeteken, vagy küzdenek ilyen nehézségekkel, mondom, az ad egyfajta reménykedésre okot, bizalmat, erőt, illetve csökkenti azt az elszigeteltséget, amit ugye ezek a helyzetek előidéznek, hogy teljesen egyedül vagyunk összezárva a problémáinkkal. És lehet, hogy köztetek is van ilyen ember, szóval lehet, hogy ez nem csak egy magyarázat, hanem bízok bele, hogy nem gondolok túl sokat erről a mondókáról, és reális, amire gondolok, de lehet, hogy segítség is lehet valaki számára. Nagyjából ennyi volt, amit ebben a témában szerettem volna mondani, amiről mesélni akartam, mivel szegről végről tudhatjátok, mert itt ott említettem Instagramra, Facebookra kiírtam, hogy elmúltam 30, és megérkeztek a fizikai problémák. Kiderült, hogy a pajzsmirigy alulműködésem az továbbra is fennáll, és egy csomó tünetem és problémám, ami adott volt, tehát ez ennek volt köszönhető, olyan szempontból szuper, hogy legalább ez sikerült vele korrigálni, de néha nem sikerül jól eltalálni az adagot, akkor amiatt kilódok, hogy gluténérzékeny vagyok, hogyha véletlenül valami szennyezettet eszek, akkor begyulladnak a beleim, és három hétig, általában kb. 3 hét alatt csillapodik a helyzet,
hát nem szívódik föl rendesen a hormonpótlás, olyankor azért vagyok rosszul, plusz amúgy rosszul vagyok, mert glutén. Nem egy vidám téma ez az egész. Tavaly nyáron porckorong sérvem lett, ami ugye abból áll, hogy csigolyáim között kibújt a porckorongom, nyom két ideget, illetve a gerincvelőnek a tokját, ami nem túl szuper. Leginkább abban nyilvánul meg a dolog, hogy ez fáj. Hónapokig kilóttam vele, nem lettem rendesen diagnosztizálva, akkor utána egy rengeteg pénzt elköltöttem, hogy végre valahogyan legyek. Rengeteg pénz kiesett, mivel ugye dolgozni sem tudtam járni, de mellette hiába voltam itthon, lett volna úgymond egy csomó szabadidőm, amikor az ember csak feküdni tud és teljes letargiában van, akkor hát nyilván nem a szabadidő eltöltésével foglalkozik, illetve szinte minden más kórházba járkáltan szól. Hát ki gondolta volna, őszintén szólva, voltak neki előjelei, túlerőltettem, és megpróbáltam egy olyan dolgot megemelni, amit nem kellett volna, és bum, így lett a csokapi. És hát ez lett az eredménye, és eleinte így nagyon le voltam törve, ugye én most már több mint egy éve olyan munkát végzek, aminek van fizikai oldala is, talpon kell lenni, automata gépek beállítását, hiba elhelyítását és kezelését végzem, ami alapvetően nem vészes, de vannak elég nehéz napok, és hát nem egy 8 órás irodai munka, hanem egy 12 órás jövős menős dolog, amit amúgy imádok, tehát egy nincs okom a panaszra a munka jellegével kapcsolatban. Tök sokan is sajnáltak, hogy új irodából elmentél ilyen helyre, meg ilyenek, de én egyáltalán nem sajnálom, mert szeretem ezt csinálni. És hát amikor örök életedre oda kell valamire figyelned, hogy hogyan tartod magad, folyamatosan tornázni kell, meg vagy mekkorát emelhetsz maximum azt is, hogy hogyan, azért az rányomja a bélyegét az ember kedvére, sok lehetőséget elvesz, ha esetleg valaki műtétre megy, akkor utána attól függetlenül ugyanúgy oda kell figyelni, hegesedéssel lehetnek problémák, szóval egyelőre ez még egy függőben levő dolog. És ilyen apróságok, hogy például nem fogok tudni futni valószínűleg, lehet, hogy soha többet, de néhány éven belül biztos nem, pedig imádtam futni, rendszeresen futottam, és koncerten nem fogok tudni ugrálni és headbangelni, mert gyakorlatilag a csigolyáim közé oda csípem a porckorongomat, ami nem jó. Most ezek így apróságoknak tűnnek amellett, hogy mit tudom én, nyilván az ember hogyan talál olyan munkát, és ez így leszűkíti a kört. Raktáros akartam lenni, megcsináltam a targonca vezetői tanfolyamat, ez egy nagy álmom volt, miután a bankban felmondtam, ki vesz fel egy sérves, igenis sérves raktáros, most gondoljatok bele, tehát még ahol esetleg nem nagyon van kézi anyag mozgatás, de hát nem egyszerű, le vagyok törve. Most ennek kapcsán elkezdtem tanulni, egyelőre még csak egyénileg, aztán még meglátjuk, hogy később hogy lesz, de hát ja, ezek nehéz dolgok. Akkor novembert egy ilyen vírusos torokfertőzés után állandósult fülcsengésem van, utána elkaptuk a Covidot, akkor begyulladt egy ideg a bordáimnak, egy hónapig alig bírtam mozdulni, itt fájolt fel, most komolyan, hogy kinek van ez energiája, ilyenekkel foglalkozni folyamatosan. Mert mellette felmerült a gondolat, hogy lehet, hogy inzulinrezisztens vagyok, azt is el kéne menni kivizsgáltatni, és így nagyon elegem van, lehetne már egy kis nyugi. És ezek még csak úgymond a belső, tehát a közvetlen kis életemből a problémák, amik az egészségemet illetik. Viszont amivel lehet, hogy szerencsém lesz, az a migrén. Jó, azt hozzá kell tenni, hogy július közepén lett porckorongsérvem, és decemberre szinte tünetmentes voltam, január is volt, aztán szépen lassan elkezdett visszaesni ugye a túlerőltetés miatt. Migrén tekintve, ugye több mint 10 éve migrénes vagyok, eleinte havi 5-6 alkalommal 3 napon keresztül volt ki migrénes rohamaim, ami azért szíves, mivel ez nem csak ilyen fejfájás, hanem aurás migrén, tehát jár hozzá látáskiesés, beszédzavar, felfogási és megértési problémák, tehát nem értem konkrétan, hogy mit beszélnek hozzá, meg hasonlók, tehát ilyen komplikáltabb a dolog, és nyilván minden más is, ami a migrénhez jár a fájdalmon kívül. Hányinger, nem jól mérem fel a dolgokat, diszociáció, meg ilyenek, tehát nem szuper. Jó, aztán ez lecsökkent havi egy alkalomra, mert kaptam egy-két jó tanácsot a neurológusomtól, és akkor utána azért úgy jobb lett. És most lehet, hogy ez megsikerült véletlenül oldani, ugyanis a Covid után én ilyen álmatlanságban szenvedtem, amit úgy képzeljetek el, hogy 3-4 órán keresztül próbáltam elaludni, nagy nehezen sikerült, és utána óránként felkeltem, és utána megint jó fél óra, mire visszaaludtam, és mondjuk ezt egy éjszaka 8-szor, tehát 8-szor felkeltem, és egy-egy órákra visszaaludtam, utána egy fél órát fönn voltam, de csak feküdtem, tehát nem csináltam semmit, és rendesen figyeltem, hogy hányszor kelek föl, és hát gondoltam, hogy majd amikor már letelik a karácsonyi időszak, akkor hát a munkahelyet tekintve az nem lesz jó, hogyha mondjuk alszok 3 órát, és azt is ilyen darabokban, vagy
De erről egy teljesen másik videóval szeretnénk majd beszélni, mivel ennek még adnék körülbelül egy hónapot, hogy tényleg ki tudjam tapasztalni, hogy hogy működik, és csak utána szeretnék róla beszélni, mert azért úgy tartom korrektnek. De nagyon úgy néz ki, hogy több mint 3 hónapja, egyetlen egyszer volt migrénem, és az is csak ilyen 6 órás időtartamig, ilyen közepes erősséggel, ami példátlan az én elmúlt 11-12 évemet tekintve. Szóval nagyon fel vagyok dobva, és sokkal jobban alszok, és így az általános fizikai és lelki állapotomon tök sokat dobott, valószínű, hogy minden összefüggésben van mindennel, csak ezzel nem foglalkoztam annyit, vagy nyilván nem tartja észben, vagy szem előtt annyira az ember a dolgokat. Na mindegy, érdekes, de erről majd csinálok egy külön videót, úgy ezt ígérem, mert ezzel kapcsolatban én nagyon lelkes vagyok, mert nagyon pozitívan változtatott az életemen. Szóval örültem, hogy ez a migrénes dolog így megoldódni látszik, ami a fizikai és lelki egészségemre is tök jó hatással van, és egy csomó kapacitásom lett ahhoz képest, mint ami előtte volt, és hát akkor berobbant ez az ukrán helyzet, amiről most nem szeretnék részletesebben beszélni, de nyilván nagyon megvisel és borzasztó, ami ott az emberekkel történik. Ennek tudatában nem lehet olyan felhőtlenül foglalkozni a dolgokkal, hogy közben folyamatosan ott van a periférián, hogy úristen, ez jelenleg most történik, és ki tudja, hogy mi lesz a vége. Visszatérve a csatornára és a blogra, blogon továbbra is rengeteg félkész piszkolaton van, amiket nem tudom, hogy mikor fejezek be, vagy mikor tudom őket elővenni, inkább a másik blogomra koncentrálok, úgyhogy kicsit ez a háttérbe szorult. Viszont erre a csatornára elég sok videón van félkész állapotban, és ezen gondolkoztam, hogy akár több évesek is, viszont szerintem roppant szórakoztatóak. Nem tudom, hogy titeket esetleg mennyire érdekelnének a korábbi években elkészített videók. Van köztük ilyen halloweeni bevásárlós videó, akkor több kirándulós videó, tényleg macskák aranyosak is le vannak videózva, egy-két ilyen természet videó. Úgy emlékszem, konkrétan szubkultúrás videó nincsen, szóval inkább ilyen vegyes témában. Lehet aztán, hogy így is úgy is feltöltöm őket, mert amúgy vannak olyan videóim is, amit csak így itthonra készítek, tehát felveszek egy héten kirándulunk, vagy valami, és akkor azt megvágom, és nem töltöm fel, tehát vannak ilyenek is. De valamit meg sajnálnék csak így a lemezel hagyni. Szóval a kérdés az, hogy érdekel titeket ilyen korábbi, esetleg több éves, mindenféle vegyes videó, vagy mivel annyira nem aktuális, kevésbé. Mert nem tudom, hogy ezekre mennyire lehet azt mondani, hogy nem aktuális, hiszen ha más nem, akkor abból az időszakból megörökítettek egy valamit, tehát a dokumentáció jelleggel lehet, hogy érdekes, hasznos, szórakoztató valami. Ez nem olyan, mint egy akciós újság, hogy most már nem aktuális és kit érdekel. De annak is lehet értéke, hogy megnézzük, hogy 20 évvel ezelőtt mennyibe került a kenyér, vagy mit tudom én. Friss videók terén van egy-két ötlet, amit mindenképpen szeretnék idén megcsinálni, sőt azt mondom néhány hónapon belül, de hogy túl sok mindent nem akarok ígérni. Hát az említett okokból kifolyólag teljesen kiszámíthatatlan, hogy hogyan alakulnak a dolgok, fölöslegesen ígérgetni meg nem szeretnék. Így is nagyon örülök, hogy még ennyien vagytok feliratkozók és nézők, annak ellenére, hogy lényegében az elmúlt 2 évben nagyon minimálisan töltöttem fel akármit is, így köszönöm szépen. Jó, ezek igazából nem annyira a csatorna témájához tartoznak, de ha már volt itt bölcsességfogműtét, meg intim kehely, meg mindenféle, akkor ilyen szempontból beleférnek. Azért a sima gót szubkultúra vonaltól eléggé eltolódott a téma, ami nem azt jelenti, hogy arra biztos nem fogok visszatérni, mert van egy-két jó téma, amit szívesen feldolgoznék, vagy amivel kapcsolatban elmondanám a véleményemet, vagy amit bemutatnék, de mostanában nem a körül forognak inkább a dolgok. Szóval amiről mindenképpen szeretnék videót csinálni, az amit mondtam a migrénnel, hogy hogyan jártam és milyen irányt vettek a dolgok, akkor ez a porckorongsérves dolog. Macskának eltört a lába és egy ilyen külső rögzítéssel rögzítették. Úgy néz ki, mintha sasvikpárcákkal így átlenne szurkálva, és akkor így ilyen. Erről szeretnék egy videót csinálni, mert nem nagyon láttam ilyet, hogy lenne, és amikor először hallottam, hogy ez fog történni, akkor nagyon örültem volna, hogyha hát tudtam volna valami videót nézni róla, mivel nagyon félelmetesnek tűnt az elején, most meg már úgy vagyunk vele, hogy igazából ez a 3 dolog, ami fix, 1-2 kirándulós videó. Jaj, amit akartam mondani! Annyira szerettem volna ilyen ezt vettem az előző évben ruhás videót csinálni, és végül se tavaly se idén nem csináltam, mivel pont abban az időszakban, amikor lett volna rá lehetőségem, akkor ettem valami gluténszennyezetet, és nagyon fel voltam fúvódva, és hát úgy nincsen komfortom hozzá, meg nem is úgy néznek ki a dolgok. Hát most, hogy mi történt, porckorongsér volt, felszedtem pár kilót, aminek a felét már leadtam. Jó, de gondoljatok, sokra 6-7 kilóról van szó, de azért mégis. Szóval ez is lett volna kedvem, de valahogy hát a fizikai körülmények nem voltak olyanok. Nem éreztem az egészet szórakoztatónak és komfortosnak, ezt is szívesen megcsináltam volna. Egyrészt jó buli, Gábort is nagyon szokta érdekelni a dolog, igaz? Mi?
A ruhapróbáros videó. Meg tök más, amikor kameráról vagy monitoron nézi vissza az ember, mint hogyha tükörben látja, és hát ez is segít egy döntésbe, hogy akkor az úgy jó vagy nem jó. Szerettem volna tavaly nyári ruhaösszeállításos videót csinálni, és már külön is rakosgattam a dolgokat, aztán jött a gerincsérd, és gyakorlatilag mit viseltem egész nyáron? Itthonra rövid nadrágot, meg trikót, a gyógytornára pedig sportruházatot, úgyhogy ezek ilyen könnyedebb témák, és nem annyira informatívak, inkább ilyen szórakoztatóak, vagy valami, de nem tudom, szerintem jó buli. Remélem, hogy idén erre is sor kerül, még csak március eleje van, úgyhogy azért még van egy pár hónap hátra. Mondanám, hogy talán csak jobb lesz, mint tavaly volt, de hát ugye ki tudja a jelen körülmények miatt, tehát bízunk nyilván a legjobbakban, aztán hát majd meglátjuk. Na, jól van. Szerintem jó hosszú lett ez a videó, ahhoz képest, hogy ilyen 6-7 percre akartam ide leülni, de mit tudok, hogy másfél-két órája. Köszi szépen, hogy végignéztétek, ha végignéztétek, és véleményetekre kíváncsi vagyok, ugye, ahogy mondtam, az alapján is priorizálom a dolgokat, tehát figyelembe veszem, nem kérdezném, aztán remélem, hogy többször tudok jelentkezni, és jobban alakulnak majd a dolgok. Köszönöm szépen még egyszer a türelmeteket, a kitartásotokat, hogy végignéztétek ezt az egészet. Ti is nagyon vigyázzatok magatokra, mert az egészség nagyon-nagyon-nagyon fontos, és jobb megelőzni, mint utána valahogy korrigálni, mert hát ez tényleg így van. Aztán találkozunk legközelebb is, remélhetőleg minél hamarabb a következő videóban. Sziasztok!